köszöntök mindenkit a Frankfurti Nyári Akadémia délutáni szekciójában, és első előadunk Bordán, nagyon megtréfált mindenkit, ugyanis azt hittük, hogy középkorral fogjuk kezdeni ezt a délután, de kiderült, hogy későbbi korszakokra kalandozunk, és ezzel át is adnám Bordának a szót, és megkérném, hogy ha nem hallanak rendesen, hát szerintem használni akkor szóljanak, vagy szóljatok, és akkor hangosabban fogok beszélni. De hogyha ilyen hangosan beszélek, akkor halljátok? Oké. Megjönök én is, mert egyszerűbb út. Úgy fognak nézni, mert ez közelre nézett a szemüveg, és nem messzire. Tehát talán meglepő lesz az előadásom témája, habár annyiban talán nem okoz meglepetést, hogy Esztergomi Székeskártalanról van benne szó, és a középkori archontológiával kapcsolatos kutatásaim során, ugye természetesen belenéztem a korai anyagba, és hát van benne középkori oklevél, az volt egyébként, teszem hozzá, amit nem ismert a őrzőintézmény se, illetve hát van valami érdekes benne, és igen, találtam egy érdekes dolgot benne. Többet is persze, de azt nem állom el. Tehát most ebből az egyik találatról lesz szó. Miller János vagy Müller néven is előfordul a szakadalom alatti kollágyi mérleves szerműszakosan érteni, aki esztergomi kanonok volt, illetve Gömöri főesperesként fejezte be az életét. 72 évet élt meg, ebből 32 évig volt egyébként a kártalan tagja. Amit a középkorra már nem szeretünk használni, vagy én is szeretek használni, az egyháti középréteg. Na, ő tipikusan ez az egyháti középréteg tagja. Mert valójában elérte azt a pályaívet, amit valószínűleg elérhetett különböző tanulsága, illetve számozása fokán. Maga az előadás, illetve a forrás szövege rengeteg kérdést vett fel, ezt itt páran tudják, mert állandóan kérdeztem tőlük a forrással kapcsolatban. Hát ez nem a középkor, azt meg kell, hogy mondjam, ugye 1694-ben fogunk járni, és megpróbáltam középkori metodikát használni korra. Ez többé-kevésbé sem járt sikerrel. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy egyszerűen hát a középkorra azt szokás mondani, hogy ott sötét lukak, vagy fehér foltok vannak, sötét lukak vannak. Fehér foltok. Hát én azt gondolom, hogy a korai korban talán némi fényjelző van, inkább és fehér foltok vannak. De hát mondom, én középkorász vagyok, úgyhogy lehet, hogy itt a teremben lesznek olyan, akik majd tudnak válaszolni egy-két felmerülő kérdésre. Akkor röviden Miller János életpályája, Pozsonyban született, 1636-ban plusz-minusz egy év, Mihálynak hívták az apját. Valószínűleg, ha járatos lennék a pozsonyi anyagban, akkor még lehetne ezt a családi vonalat még mutatni. Meghagyom másoknak. Ugye katolikus volt, nációja német, iskolái Nagyszombat, közben egy kis Pozsony, aztán újra az egyetem, aztán a Bécsi Pázanám, 1661-ben szentelték fel, de közben már plébánosként dolgozik, így mondja. Problémám az, illetve a leginkább az enyém, hogy 1666 és 75 között nem tudjuk, hogy merre jár. 66. és 30. verdőt már távozik, Kísértről, és 75-től viszont a Nagyszombat németeknek a hívszónoka, hogy a kettő között merre járt, egyet nem tudom. Ami minket jobban érdekel, hogy 1676-ban került az esztergomi kártalan a szerencsény érsek nevezi ki, a tanulság még pedig a Rólai Fogás Győr alá, vagy esetleg tanulságra kapott meg. Innen emelkedik tovább a Komáromi Főesperességi, Eszterházi, Trafnyi Eszterházi Miklós
Dólyomi főesperesi kinevezésével megerősített javadalmat kapja, majd 7 év múlva a Dólinózó Zsömeri főesperességet nyeri el, itt pedig Kada István erdélyi választott püspököt, illetve eszerűen olvasótlanságával kinevezésével megőrzett kömöri főesperességet kapja meg, és még elnyeri 1690-ben a királytól a Madocsai címzetes apáti tisztséget, címet, itt pedig Matyasovszky László eszerűen őrpanonok, illetve Klini püspöknek a helyi lemondásával megőrzett apátságot veszi át. Tehát amennyire bele tudtam magam ásni az eszmei kártban 17. század végig viszonyaival. Tehát azt lehet mondani, hogy jó nevekről veszi át a tisztségeket, de ő nem nyert el magasabb tisztséget. Tehát itt az előfelsorolt emberek, mindegyik előbb-utóbb valamelyik püspökséget, mint az csak címzetes is lesz, de elnyerte. Ugyanakkor viszont 4 érseket szolgál ki, ugye Szerepcsényéről már volt szó, aki kinevezte, Széchenyi György, aki megerősíti az ő panonokságát. Nagyon érdekes, hogy ugye középkorhoz képest itt annyi a nekem újdonság, hogy megvannak a kinevezőjelek, még ha nem is feltétlen pont ott, ahol Pollán jelezte, megvannak. És a Leszerőmi Kanonoki kinevező levelének a hátlapjára Széchenyi György egy megerősítést írt, mert hogy az eredet, tehát az oklevelet, ahol egyébként megfordítjuk, és tényleg úgy is néz ki, a névnél először kivakartak valamit, és utána írták a nevet. És ugye ezt úgymond észrevették, és az érsek tanúsítja, hogy tényleg a Miller János a kanonosságnak a birtokosa, és ezt bele is írják, hogy az oklevélre lévő sérülés vagy hiány miatt került ennek ezért vezették ezt rá. Széchenyi halál után egy Kolonics Lipót, majd még Keresztély Ágos alatt is, ugye 1708. május 15-i halánáig szolgál. Rögtön kinevezése után egyébként 1688 tavaszán már utasítást kapott Gyömöri főesperesség vizitálására, természetesen az érsek, illetve a király parancsára kellett ezt végrehajtania, ezek a források is megvannak eredetiben. Erről semmilyen hír nem maradt fönt, hogy ez valóban megtörtént-e. Annál inkább a másik alkalom, én másik alkalomnak fogok nevezni, mivel hogy többet nincs adatunk. 1694-ben ismét parancsot kapott arra, ugye egyfelől az érsektől, mint egyházi felettesétől, másfelől a királytól, mint ugye a hegyúri jó birtokosától, hogy a Gömör főesperességet, vagy Gömör megyét, mert a kettő egybeesett, vizitálja. Ugye a forrás maga az az eszemű káptalan magánlevéltárában a fenntartóban központban lehet elérni. Egy-két oldal, ugye az első oldal látható, illetve egy-egy oldalpár, valamint az utolsó oldala a forrásnak. Egy kéz írta, egy-két javítás van benne, olyan, mintha tisztázat lenne egyébként, és olyan, mintha arra szánták volna, hogy ezt valahol benyújtsák. A földrajzi nevek alá vannak benne húzva. Tehát mind a helynevek, mind pedig a folyónevek. És miről szól maga a forrás? Hát ez nem a vizitáció. A vizitáció szövege maga nincsenek, tehát nem tud sem a szakadom róla, de én sem találtam semmilyen helyen, ahol esetleg rejtezhetett volna, ebben a füzetben sincsen eldugva. Túl hosszú egyébként nem lehetett ez a vizitáció, majd erre még rátérek. Ez a forrás a főesperes útjáról szól. Hogyan ment el, és hogyan jött vissza, milyen településeket érintett, kivel találkozott, hol evett, hol aludt, hogy mit evett az. Nem tudjuk meg, de az, hogy milyen körülmények között aludt, vagy milyen helyen, azt megtudjuk belőle. Néhol jellemzi a téválás, de ez tényleg csak néhol, nagyon kevés ember. Találkozunk benne protestánsokkal, egyébként a protestáns egyháztörténészek számára is jó forrás, mert hogy olyan személyek vannak benne, akikről neki sokkal korábbi
adataink vannak. És felmér a kérdés, hogy miért készülhetett maga a forrás. Hát megmondom, hogy szintén nem tudom. Egy kicsit annak az analógiája, mint a Sasadi tízedper kapcsán általam kiadott Sasadi krónikának, tízedper krónikájának nevezett valami, ami a Ternek egy tizen pár éves időszakán foglalja össze, amivel leírták, hogy hogyan mentek az ügyvédek ide-oda a Kártalan nevébe, ahol kiment el Rómába, kifogtam ott, ami nélkül ugye nem nagyon tudnánk pontosan feltérképezni, hogy hogyan zajlottak be. Most ez is olyan, mintha valahol meg kellett volna nyújtani. Nem tudom, hogy ez szokás volt, de én nem találtam arra adatot, hogy ilyen született volna máshol is. Talán az előadás végén majd még erre visszatérünk. És akkor nézzük magát a útvonalat. Ugye ez az út, oda út, hát nem tudom mennyire látszik onnan hátról, nyilván sem ennyire. Az egyes helyek. A lényeg az, hogy augusztus 30-án kapta meg a parancsot az érsektől, szeptember 7-én a királyi parancs, ugye első hipótról van szó. És szeptember 17-én indult el, szeptember 28-án érkezett meg, és egyébként már indult vissza. Az látható, illetve a szövegből is kiderül, hogy ahol lehetett, ott a Kártalan, vagy az érsekség birtokának, tehát logikus, ugye, hogy nyilvánvalóan költségkívülés, hogy be kelljen fizetni a szállásért, ha már úgy tűnik, hogy sehol nem fizetett a szállásért, tehát összegek nincsenek, tehát vagy nem fizetett, vagy egyszerűen nem ért sehova sem összegeket, az jól látszik. Ugye kérdés, hogy oda alul látható a rédába utazott, tehát mondjuk ez egy római kori szerv nagyjából, nyilván nem a változtatésükkel sem a kocsi. A problémám az, hogy elvileg ugye kísérőkkel kellett volna, legalább egy-kettő kísérővel kellett volna utaznia. Egyet ki tudok mutatni, egy pozsonyi klerikus, aki Nyitrán csatlakozik hozzá, és utána ő végig úgy tűnik, hogy vele van, mert ha valahol szállást keresnek, akkor általában úgy tűnik, hogy legalább kettőt keresnék, és többet szállal van a dolog. Néhol kapott katonát a kísérletnek, egyébként, akik egész sokáig kísérték, és úgy tűnik, hogy némelyik, mint hogyha végig kísérte volna, de mondom, némely helyen nem tűnik úgy, mint hogyha egynél többen is lettek volna. Tehát a szállásnál, a vacsoránál, tehát hogy látni, hogyha csak inkább a szövegreírása kívül. Mondtam már, hogy vannak benne jellemzések, nagyon tetszett, hogy Rimaszon van Kávin is tudott róla, például. És a sebesség, amit még külön táblázat feltettem, hogy az jól látszik, hogy viszonylag bő, vagy hát sok kilométert tett meg egy nap, nyilván itt sok minden befolyásolta, az ő maga részletesen leírja egyébként a szövegben, hogy hányszor kellett átkelni Garam folyón, hányszor kellett át a Vár folyón, az Ipolynál eltévedtek, oda-vissza kétszer mentek, tehát, hogy borzalmas, sőt, aktereknél olyan eső volt, hogy majdnem elsodorolta őket a kocsival együtt. Tehát nagyon csúnya volt az időjárás, főleg kelet felé. Tehát lényeg az, hogy nem vitt az 50 km feletti tempó sem, de hát ugye az átlag az olyan 30 körülre jön ki. Egyébként az oda-vissza út során ugyanennyi, ugyanígy látszik, hogy ő ugyanilyen távolságokat tesz meg. Kikkel találkozott? Ugye odaúton magyaráron rögtön összefutott Kelpó István nyitvai püspök titkárával. Bocsánat, fordítva tehát a nyitvai püspök titkárával, Kelpó Istvánnal. Tehát nem a nyitvai püspök jelenőkkel. Aztán Tornalján Bánki Milani Ferenc lelkésszel találkozott. Ez egy bőven kitolja az adatát Ferencnek a lelkészülésének. Kassán Pepes Andrásnak a kassai külvárosi házában aludt, akkor nem találkozott vele, csak vissza fele. Viszont Pálfi Miklós kassai várkapitánynál elédelem egy kis társaságban. A hazafelé úton Jósván találkozott, igen, jól van, már Jósván előtt elé jött a helyi
helyettese, Esperes, ő Esperes, Esperes, hát a helyettese Bakó János, aki végig is kísérte a gömöri főesperességi szakaszon. Aztán nagy őszint találkozott egy német lovagrendi taggal, Rendszer von Reitzwinkel, akiről hát senki nem tudott meg semmit. Tehát ezt most komolyan, tehát Istvánnak talán neked is írtam az ő ügyében, de Orosz Andrásnak is írtam, Borgó tanárunknak is írtam, hogy senki nem tudott. Van egy ilyen család, de ilyen nevű tagját nem ismeri senki, ha lehet szakadom se. Mindenesetre ő volt a Murányi várkapitány 1694-ben, illetve hát szintén egy ismert figura, már azt ismeri, Mercskovics János, akinek az élelmezési szakember volt a várban. Aztán leírta a élményeit is, kicsit furának hathat, hogy például Veszedce bányán rácsodálkozott a rész olvasztásra, de tényleg nagyon rácsodálkozott, tehát leírta, hogy a hegyekből jön le a fa, a folyó leúsztatják, az erdő ajándék, ahogy így mondjam, vagy ahogy ő írta, és azt a munkások aztán hogyan csinálják, tehát tiszta, mint alpikolvasmány úgy ír róla. Tehát láthatólag ő ezt soha az életében nem látott ilyet, nem is hallott még ilyenről. De például van köztörténeti adat is, hogy például Zólyomban azt látta, hogy látott egy olyan feliratot, ami azt tartalmazta, hogy a város kaput 1671-ben bontatta le a város hatóságot. És bíró beszélkezés a mindenki más. Ha most visszamegyek az előzőre, egy kicsit, ott gömör azért látszik, és aztán a visszaútra is rátekintünk, de nem jön azon az úton jött vissza, a déli részén ment a megyének, és az északin jött vissza. Ugye nincs meg a vizitációs jegyzőkönyv, de annyit mondhatunk, vagy én mondhatok, hogy az odafele úton szeptember 23 és 25 között 8 településen járt, ami a gömöri főesperességbe tartozik, ugye Huzapanyiknál kezdődik, visszamegyek és akkor talán látszik, és Akteleknél lépett ki, visszaúton pedig Váraljánál, Kaszonok Váraljánál lépett be, és Szécsnél vagy másnél Kóreránál lépett ki, 13 település, tehát összesen 21 település biztos van. De hazafele úton ott jól látszik, hogy ott sokkal többet, tehát ott egy hetet eltöltött ezen a szakaszon, és nem azért, mert lassan haladt, nem mert csomó helyen ott van. Hát látszik, hogy ott valami történt. De ez engem mind nem érdekel egyébként, hogy így mondjam. Hát az, hogy elment egy főesperes vizitálni, az nyilvánvalóan az a kötelességéből adódik, tehát meg volt szabva, hogy neki mennek kell a főesperességét ellenőriznie, ha akart, ha nem, nyilván lehetett ezt szabotálni, de így után így is, úgy is el kellett menni. Ami engem jobban érdekel, és sajnos nem mondom, tudok egyelőre választ adni, hogy ha ránézünk az útvonalra, akkor ugye egy gömöri főesperestől mit várunk, hogy elmegy a gömöri főesperestől. Ehelyett mit látunk, hogy barátunk azzal a sebességgel, ahogy átmenünk Gömör megye alsó részén, ment tovább, és a végcélja az Misje volt. Közben Kassán tartózkodott, ott egyébként oda-vissza több napot is, és a hazaúton is, egy darabig ugyanarra jött, és aztán folytatott. Tehát azt, hogy a kornai főesperesség vált, nem lehetne magyarázni. De miért ment át az egri püspökség területére? Számomra ez a kérdés, amire igen, ez az egyik válasz valójában, hogy ugye Misje, ugye az a Nagyszombati Egyetem hallgatóinak az ellátására szolgáló birtok volt, és tudjuk a forrásból, hogy Tarkai Mihály nevezető ispánnal valamiről, sok mindenről tanácskoztat, tehát ő maga is leírja, hogy Tarkai Mihály találkozott, és a különböző panaszokról volt szó. De azt gondolom, hogy nyilván ez egy jó ok arra, hogy elmentek egészen is így, de az, hogy Kassán, illetve közben ugye ahogy a Kassa felé is megy, közel van Jászló is például,
Tehát, hogy sok olyan emberre is találkozott itt ezen a részen, visszafele Petes Andrással is például, vagy a Szántó Zsi, meg nem mondom, hogy hívják az egész nagypékosztot, de Béla biztos tudja fejben. Mindegy, tehát ő vele is találkozott, tehát olyan tűnik számunkra, mintha lenne egy ilyen másodlagos célja is az egész útnak. Hát megnéztem a kronológiát, csak ezért mondom a fehér foltokat, tehát egy fehér tenger fogadott a 1694-es év kapcsán. Ugye áprilisban katolizál Otrokócsi Forrisek. Egyébként a forrásban róla is van szó, mert róla beszélgetnek az egyik helyen, ahol a lehetősz látja őket vendégül, mert nincs formásra aludniuk, és akkor este a Ferencről beszélgetnek, és meg is állapítják, hogy nagyon nagy szűk ember egyébként. Tehát, hogy tavasszal ő katolizál Passát. Lehet, hogy ennek kapcsán volt valami másodlagos megbízatása is a főesperesnek, de ha még ebben az évben akarunk utakodni, 1694-ben, akkor tudjuk, hogy Rákóczi Ferenc meg ekkor 3. szeptember 25-én a Bécsi úton ellenében beszél a hesseni herceg feleség. Nem mondom, hogy ez az oka, de olyvá tűnik nekem, hogy az, hogy elment Visiig, az nyilván lehet egy nyomós érv, amiről az előbb is, amit előbb mondtam, hogy az érsekséghez, az érsekséghez tartozik. Tehát, hogy ezért elment odáig. De az a problémám, hogy ott nagyságrendileg kevesebb napot töltött el, mint mondjuk Kassán. Persze a két hely nincs egymástól messze, tehát 10 kilométerekről beszélünk. Tehát ez nem feltétlenül jelentene problémát, de én mégis azt gondolom, hogy talán valami rejtett utazási cél is lehetett, és talán ezért született meg ez a unikális forrás, ez az oda-vissza útról beszámoló itinerárium, mint amit mond a valakinek aztán oda kellett volna adnia, aztán úgy tűnik, hogy vagy még egy tisztázat készült magáról a szövegről, vagy nem kerül átadásra. Úgyhogy kérdés sem leginkább nekem van. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha valakinek lenne ötlete, hogy ez tényleg ennyire unikális. Nem. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen az előadást, és hát akkor várjuk a megoldási javaslatokat. Csak egy rövid hozzászólás. Az biztos, hogy maga a vizitálás nem lehetett cél, de volt szerencsét foglalkozni Gyöngyös Istvánnak a levelezésével. Abból lehet tudni, hogy Gyöngyös megyében nincsenek katolikus. Hát de. Gyakorlatilag senki. Ő maga egy Rózsai környéken, meg az otthon ilyesmi. Hogy ő ott bármi ténylegesen vizitáljon, az szóba se kerül. Tehát igazából az biztos, hogy esetleg felültetik. A másik, ami én keresem, a királyi parancslevél, az nem neki szól, hanem az, hogy a levelei... Igen. Bocsánat, nem neki szól nyilvánvalóan, hanem a megyének, tehát hogy általános királyi parancslevél. És tehát, hogy ők fogadják el. Egy évvel kikor hozzájárulni. Azt hiszem, fogos kérdést lehet ki akkor. Esetleg valakinek megoldást javaslat? Hát, hogyha nincsen, akkor érvejünk a gondolatot, és kell valakinek Norgy elérhetősége. Nyugodtan is. Bármikor szerintem szívesen várja a megoldási javaslatokat.